Sziasztok, országosok, ez itt a No Life, és ma Blacksmith szimulátorra fogunk játszani, ami hát végletekig egy egyszerű játék. Az a lényeg, hogy kovácsoljunk különböző fegyvereket. És szimulálja számunkra az élményt. És átadja. Csak fegyvereket lehet, vagy vérteket is? Nem hangos annyira? Tökre nem hangos. Tökre nem hangos. Ez a legjobb a Blacksmith szimulátorból. Megjött crew és rendelt egy kardot. Jó, várjál, csinálom. Itt amúgy kicsit, mint hogyha így a dézsa az úgy gyömlenek kifelé. Az a kis szökőkút, ami így... Úgy, ez gyan? Kialakítás. Ja nem, ez... Ez valamilyen kartonpapír, nem? Hoppá! Elég gyorsan... Hát most tanulékony vagy. Így kell esztergálni amúgy országosok. Hát ez rúd. De akkor ez fa volt? Hát ez szerintem fa. És áthozod? Ugye ez a crafting table-ek ezek szerint. Ez mi, ebből mit csinálsz? Ebből semmi. Ebből lófasz. Főleg. Jó, akkor fogjuk. Ez a vonalom, az a vas. Beteszed. Hoppá. És? Ott a kész. És kész. Ja, várjál, le kell hűteni a pengét. Persze, hogy le kell, hát most forró teszed rá a fárát, meggyullad. De egyébként mi ez? Man at Arms. Melyik az a sorozat? Igen, nem így látom kifejezetten, hogy ezt így csinálják a dolgokat. Igen, itt van a karnak a... Mi az, marokvédője? Keresztvas. Keresztvas, tudom. Keresztvas, és hogy rakod rá? Ez a crafting table, toljad rá! Ja várj, lehet, hogy zavarja, hogy itt van a seprűnyél. Lerakom. Keresztvas. Keresztvas. Nem. Azt mondja, hogy bazd meg a keresztvasodat, te mocskos. Lehet, hogy nem az jön először. Még lehet, hogy kell egy rúd is, kell egy rúd még hozzá. Nem? Mert hogy nyél. Ilyen van nagyon metal zenekén, és ilyen szokálos emberek, hogy itt heggeztik, meg kalapálják. Az lesz az, nem? Nem kifejezettem még így elsőre. Ez a letenni dolgokat a helyükre. Dobni már tudtam. Ó! Hát kész van. Kész van. Tessék. Crew, Nesze. Ott a szegyed össze feled. Szegyed össze. Elössze is szedi. Ó, és kaptam valami ládát. Láda. Mi ez? Mit nekik lehet ezzel? Jaj. Ja, volt benne az utánpótlás, mert hogy elfogy meg. És adott nekünk érte cserébe vasat? Adott. Na, neki mi kell? Anyagát kétszereseért megcsináltuk. Meg aranytallért! Aranytallért! Gyűjtsed össze! Be lehet olvasztani azt is? Olvasztad be az aranytallérodat? Nekiállok a lándzsának. Lándzsa? Ezt közben is rakom a crafting table-re. Ott van már a kész lándzsa fejünk. Dobom bele. Dobjad bele. Ne is dobjad bele. Nézzük meg, hogy mit csinál akkor, ha... És nézd, rádobod, kész. Az erővel. Tessék, várja. És meg mi a nem screamer? De fizetett érte. De azért fizet. És kaptunk megint dobozt. Dobjad hozzá, vágjad bele a sarokba, jól lesz. De most nem nyitja ki. Kinyitja? Ez nagyon sok rudat kaptunk cserébe. Dobáljad be a vízbe, áztassa be őket. Mert kicsit legyen gyújtós is ennek a tűznek. Mert kell neki? Persze, hogy gyújtani a műhelyünket? Nem tudom. De mikor? Spear, még egy spear. Hát fantáziád, emberek, fantáziád. Dobjad, hoppá. Már messzebb. Scotty. Hoppá. Jó, ez volt ez így. Azt mondta, hogy elfogadom. Határeset elfogadom. Mondjuk, hogy benn volt. De nem is ott volt a lágya? Kész. Álló. Álló, tessék. Udvarias kiszolgálás, minden vállalkozás alapján. Ott lesz, majd ott lesz egyszer csak. Pénz meg így. Ja, tábla. Várja. Elképzeltem, mi a sword megint? Sword. Elképzeltem, ahogy egy bármilyen boltban így a pénzt így a pultra így begórod a zsarokba. Kösz szépen, bazdmeg. Kösz szépen. Jó van ez. Jó, ez nem kell. Ez mi ez a nagy kőtömb amúgy itt melletted? Ez? Aha. Nem tudom. Kevés a hely, így is a műhelyben. Kész, na, a gyönyörűséges kész a penge. Penge 4. Kettő, egy. Elfogadta egy picit. Jó. Ki az? Ja, az order. Na, a rendelés. Na. Kell hozzá, igen, egy... Ja, ez a nyél, a kicsi nyél, ami... Ba! Hozzá kell vágni. Most valahogy nem, most az előbb működött a hozzávágás. Akkor tedd le. Jó, az úgy nagyon jó. És azt vágd hozzá. Te! Csodálatos! Hendrix! Levészároltad Hendrixet! De fizetnek! Nem fog jól kinézni ez a bolt. Azt mondod, nem. Davon.
Mi kell neki spear? Még egy lángyás. Mindjárt elfogy a lángyás úti fű. Ja, papá lelökted a testeddel a... Mi? Ja, az egyik. Lángy a fej. A zene az amúgy hibátlan, az kurva jó. Wee! Ezt amúgy biztos nem VR játéknek tervezték. Ja. Szóval az nem volt itt a lángyát. Nem érdekli. Túlélte. Hát mert csak így a fülét kapta le a lángyát. Vágj el, nem kell a mocskos, nem kell az apró után mocskos állat. Na, van. Az asztal szélén szét lehet törni ezek szerint. Mi kell neki? Mindegy, mert mindig is úgy. Spear, megint mindenki. Lányzsa. Mert most izé van, most a Falang Spikeman képző főiskolán tanul mindenki, és most a lándzsa menő. Hát csak bele kell dobni. Itt már innen a kályha izémet, mert nem kell, láttatok, nem kell. Nem csukja be maga után a kályát, de minek? Mert mi a ráknak, mégis? Hát ha így is megy, is megy a bolt. És akkor lángyát lehet csinálni, meg izé? Meg kardot, a szemző? Nem, szerintem lehet meg mást is, csak most valahogy Cohen az, hát mert Cohen az nagy spártai. Na, és egy csak így lerakom. Jó, de hát ez milyen dolog már? Vágjad itt hozzá. Van bazen, a mocskos pénzed! Mustafa! Meg Jehuda! Na mit kértek állatok? Spear, hát például, mert mondom, mert most ő az van, hogy hoplita. Hoplitába tolja mindenki. Ja, mint az Age of Mythology-ben. Ja. Hoplita, hoplita. Valak Spikeben. Hoplite. Spartan Hoplite. Ki lehet menni? Nem. Eltűnt. Elégett a... Ilyen nem itt van a földön. Rajta taposol. Ez biztos nem fájam, hogy rá lesz tűzforró. A legóra rosszabb valószínűleg. Igen, mint a tűzforró lángyár. Nem is akármilyen lángyár, a tűzforró lángyár. Dobjad hozzá, nem is kell hozzá dobni, kész. Jehuda. Tessék. Remélem gyors vagy az elkapásba. Nem. Mondjuk kéz nélkül nehéz, azt mondja. Ezt a lökled a vízbe, közben mehet a vas, mehet a kövi vas. De addig nem csinálja meg, azt néztem, hogy amíg nincs kírva az order, addig látod? Aha. Ez kamu. És akkor lehet olyat is, hogy beszél egy másik bolt? Ott a pult, az a kiszolgáló pult egyébként, csak nem tudja. Széttörte a kiszolgáló pultot, nézd meg ott a távolban. Clinton meg fej nélküli. Nem az, hogy félig fej nélküli, hanem teljesen. Csak a lángya megy, mert most lángya szezon van. Fordot kér, nem? Ja, az igaz. És akkor miért lángya fejet csinál? Clinton bazd meg, de azt sem tudom, mit akarsz. Nincs is fejed sem. Ó, és már csak egy vasam van. Jó, akkor ez megcsinálja jól neked, ne aggódj. Nesze, ott a penge! Ott a penge! Jaj. De így bele is tarthatom csak. Nem is kell beledobni. Hát tudod, hát meg kihalászni utána. Hát ez kész. Clinton. De hogy mivel, hogy ordítasz, mikor nincs fejed Clinton? Mi a következő? Ha lángyát kértek? Na, Hammer! Kalapács! Kalapács, úgy te! ez a fizika törvényei alapján, hogy magyarázadunk hát, meg? Hogy... Tudod, nő a térfogat hő hatására. De ennyire? Nem. A fémeknek? Egyáltalán nem. De nő, amúgy. Na Gerald, itt a kalapácsod, itt a kibaszott kalapácsod, Gerald! Látszál torosat, tessék! Mehet! Toros káposzta! Kaptunk vasat! Még egy kalapács! Megérkeztek a vikingek amúgy, tehát hogy hoplita divatnak, hoplita kiment a divatból. Igen, és már látták a tortól a, ja. Nem tudom, sötét világ, vagy miért tököm volt. Sötét oldal felemelkedése. Tessék! Na, ennek sincs fejük. A vikingeknek nincsen fejük. Na ezt alaki csinálja utána. Nem egy bolyó kártya. A vikingek. A vikingek megérkeztek. Lehet, hogy készülnek az új évadra. Ez tényleg ez most lesz. Most indul, mert lassacskán. Én nem nézem mondjuk. Én sem. De láttam, hogy most lesz. Napra kész vagyok. Napra kész, hogy na. Újra visszajött a lángya szezon. Lángya szezon van, azt mondod? Szerinted ezen a három kívül lesz még valami? Mert ez alapanyagból nem nagyon van, de amúgy... Nem hiszem amúgy. Az meg, hogy meggyilkolod a customereidet. Ó. Nem, mert pró lány. Mi van, hogyha mögötte lévőt lövöm ki? Lőd ki. Ó, kettő. Az egész sor! Megölted a sort. Megölted az összes embert, aki szeret. Figyeld a neveket. Ruben. Mi? Na nem az, hanem hogy mit csinálnak ezek. Tyrell. Mi történik a srácok? Tyrell nekem, hogy feketének. Meg Wilhelm. Elvis. Meg szerintem kicsit kibugoltat a játékot, mintha az lenne, hogy... Nem, Grayson észre kiadta. A srácok meg teljesen alkalmatlan. Viszont a feje eltűnt. Add neki a táblát, mert jó fej. Meg egy ilyet. Pénzzel öld meg. Mekkorát üt rajta a pénzét. Freddy, na te vágod. Freddy, gyere. Te tudod. Freddy, te tudod. Na, Freddy?
Szóval az jó volt, Freddy. De együnk már egy kis rendet, most tényleg. Tegyünk rendet. Na, tegyünk hát rendet, várjál. Az lesz a, a fás sarok? Igen, ez lesz a fás szekció. Jó van. Várjál, na, deszka ide. Ide ez. Ez a deszka, oda is egy jó deszka. Jó. Ott meg... Hát így lehet építeni. Hát persze. Hát építs akkor valami polcost. IKEA, kész. Egy könyves polcot. Építs. Nem tudom minek. Várjál, éket akarok ide csinálni. Éket? Nem nagyon lehet forgatni a dolgokat. Na, várjál, de azt lehet neki mondani, hogy hogy dőljön el. Úgy néz ki ez a deszka, mint az a deszka. Az az ominózus deszka, az Ed-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 Ed, akit tényleg ja, deszkának hívtik. Ez nem, ez még biztos, hogy nem ég. Nem is látom, hogy hogy akar ez ég lenni. Egyébként. Csak azt akarom, hogy valahogy itt egyenesbe jön. Igen, ez. Az életem. Ó, oh, tessék, polc! Polc, na, és akkor erre szépen felrakjuk ide ezeket. Ajajajaj. Rossz konstrukciója a polcnak. De ezt én nem látom. Na, kész. És akkor ez a, ez a keresztfas tartó. Igen. Polc. Erre. Szép. Ó! Oh! Próbálj még egy keresztfas tudsz. Most ez már rendet rakom. Nyeles. Szerintem a következő, ezt még talán kibírja. Hoppá. Mi történik? Kibagoltam a polcommal. Túltoltad a játékot. Nem, ja, nem, itt van mögötte. Ja, ott van. Jó van akkor. Ja, de rosszul építetted, meg told a testeddel beljebb, és akkor... Azt lehet? Vajon? Nem tudom. De következő polccal. Na, és az hogy? Hogy tesszük? Ne! Az összes eddigi munkánk! Ne, ez jó! Nem tudok menni előre. Már itt megtámasztom. Tra-la! Mi történik? Szép polc, bazd meg! Jó, az álmai... Basszátok meg magatokat a polcaitokkal együtt. Az életem munkája, az élet munkásságunk is. Ő meg el van tévedve, ő mit csinál ott? Hoppá, azért meginogott ezt, hogy most komolyan utána basszál egy semmi. Igen, bazd meg. Na. El is tűnt, elszublimált, azt mondta, hogy... Kit nem szolgálunk? Na mennek el? Mennek el. Hát mert nem csináltad meg időre. Zakariás. Zakariás téged nem. Dimitrit viszont megdobjuk pénz. Itt van egy kis apró. Tessék. Na jó fej vagy. Lábon dobtad, lábújon dobtad apróval. Ne, őt is. Elhaláloztak ez a lábújon. Ez jó játék amúgy meg. Ez jó. Hát most így a végére adják ki, tudod, a legnagyobb durranásokat. Na jó, még egy utolsó, de azt mondta, hogy zárul. Na Kian-nek. Kian. Kian. Egy jó, egy Kian, amúgy is olyan full viking neved van. Igen. Törpös vikinges. Nesze egy kalapács. De ne hűzd le! Ne hűtsem le! Na most már minden is. Elbasztod a játékot. Na! 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 Kian, tessék, itt a kalapács. Ariannak a kezébe adjuk, majd tőle vedd el. Mi? Így kikapta! Így megmutattad neki, ez lesz az itt. De az ilyen vásárlókat viszont nem szeretem, kusztustan, akik ilyen nagyon öntörvényünk. Az mondjuk... Tökéletesen leszimulálja egy kovácsnak a... Igen, életét és munkásságát. De teljesen. És minden napjait. Úgyhogy országosok, hát szerintem kimaxoltuk, ennyi volt. De ingyenes játék, beírjátok, hogy Blacksmith Simulator Google belső találat kb. Ja, próbáljátok ki. Kb. Ennyi lesz az is. viccesnek vicces. Köszönjük szépen, hogy megmutatottatok ma is. Akinek tetszett a videó, hogy lájkolta a szavarok. Kommentelt, vagy szeretne az országos poró. És akinek fel is iratkozott, az én telegalatikus cimborát. Bizonyám, tisztelet!